A Magyar Honvédség idén 7. alkalommal rendez nyári táborokat a fiataloknak, akik katonaruhába bújva szakemberek felügyelete mellett, biztonságos körülmények között a szabad levegőn tölthetik szabad idejüket. A gyerekek különböző tematikájú programok közül választhatnak, ahol van harcos, túlélő, honvédelmi sport, önvédelmi, infokommunikációs, vitorlás és rádióamatőr tematikájú. A Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred 69. területvédelmi zászlóalj által szervezett Faddombori gyermektáborban augusztus 21 és 25 között kerül megrendezésre a harcos elnevezéssel a 14-18 éves korosztály számára. 20 diák vesz részt a táborunkban, a fő részei ugye hétfőtől péntekig tart. A hétfői nap az egy beillesztő, beöltöztető, illetve kis alaki, illetve a napi rendek ismertetése, illetve a tábornak a foglalkozásainak ismertetése történik. A táborokban minden reggel 6 órakor ébresztővel, közös tornával kezdődik a nap. A gyerekek napközben izgalmas programokon, ügyességi versenyen, airsoft játékon vehetnek részt, miközben elsősegélynyújtásból, tereptamból is ismereteket szereznek. Amikor barangoltam az interneten, elég olcsónak tűnt, sőt az ország egyik legolcsóbb táborának, és egy kicsit nézelődtem, az érdeklődés volt irántam elég magas szinten, rossz véleményt nem hallottam róla, úgyhogy ide jöttem. Első alkalommal jöttem a táborba, és hát apukám ajánlotta ezt a tábort, és én úgy voltam, hogy eljövök, mert szeretnék tapasztalatot szerezni, meg gondoltam, hogy izgalmas lesz, és hasznos. A diákok a szervezés végére megtanulják, mi a fegyelem, a precíz rend, az összetartás és az egymásra figyelés. Megismerik a saját határaikat, miközben új élményeket és barátokat szereznek. A tábor elsődleges célja az élmény alapú tapasztalatszerzés, amit a civil életben is kamatoztatni tudnak majd.